Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves jó testvérek, hirtelennyiben irídlésre mért a dolog, amit mondok. Nem is tudom hányszor jártam lúdban, hatszor, nyolcszor körülbelül, hát azért van, aki ennél is többször. De nem azért, mert én akartam mindig újra és újra elmenni, hanem szívem szerint mindenkit elvinnék egyszer lúrdba életében legalább. Mert hát mi is ez a lúrd a világ egyik legnagyobb vagy legnépszerűbb kegyhelye Franciaországban, ugye ott Dél-Franciaországban, Francia-Spanyol határhoz közel, Piraneusok északi lejtőjén, ahol 1858-ban, ezen a napon, február 11-én kezdődött meg az a bizonyos Mária jelenés, amikor is Szubiró Bernadettnek, a fiatal kis 14 éves lánykának megjelent a szűzanya, jó néhány héten keresztül. És ennek eredményeként lett ebből a helyből egy kegyhely, egy zarándokhely, ahol elsősorban a betegekre figyelünk, ahol elsősorban a betegek keresik a szűzanyán keresztül az Úr Jézussal való kapcsolatot. Nincs más szó rá, mint hogy csodálatos. Örülök annak, hadd említsem meg a technika vívmányát, hogy ma már Bármikor látni lehet interneten, hogy az egykori Barlangnál, ahol meglátta Bernadett szűzmáriát, éppen mi történik. Tehát van ott egy állandó kamera, aminek köszönhetően, ha akar valaki, akkor reggel, délben, éjszaka látja az ott lezajló eseményeket. Amikor egy, -egy zarándok csoporttal, voltunk kint, és tudtuk, hogy mikor misézek majd ott, mikor veszünk részt, mi magyarok a Szent Szentmisén, az itthon maradottak, örömmel kapcsolódtak be a technika segítségével ezekbe a Szentmiségbe. És hát ilyenkor látjuk ott a rengeteg beteget, és már majdnem azt mondom, az csoda, hogy az ember nem hőköl vissza, hogy a ja, Istenkém, ilyen embereket látni, tolókocsihoz kötöttek, eltorzult arcú, különböző betegségekben szenvedők, mankóra támaszkodók, kiszolgáltatott helyzetben lévők, és valahol nem érzi ezt az ember. Majdnem azt mondom, éppen rajtuk keresztül találkozik az ember Krisztussal, és ezt nem akarom túl hogy igen, minden betegben a szenvedő Jézust lehet fölismerni, de ez jön ki bennem végkövetkeztetésként, hogy egy olyan béke, egy olyan szeretet áramlik az ott egybegyűltekből és azon belül a betegekből, mintha valóban Jézus hívott volna, várt volna ott édesanyjával együtt bennünket, a valamelyes egészségeseket. Na, tehát ehhez a helyhez és ehhez a naphoz kötődik a Betegek Világnapja. Hogyan is kell ezt megülnünk, megünnepelnünk? Hát mindenképpen úgy, hogy arra gondolni. Egyrészt majdnem biztos, hogy minnyáján, akik ma valamelyest még egészségesnek érezzük magunkat, egyszer leszünk gyengék, elesettek, kiszolgáltatottak, betegek, haldoklók, stb. Tehát a saját sorsunkat látjuk minden betegben, és ezért, ha önmagadat idézélbe téve szereted, akkor szeretned lehet és kell a betegeket. Mert benne már azt látod, amivé te leszel holnap, vagy egy év múlva, vagy tíz év múlva, de valamikor majdnem biztos. Ott van például a szegénység és a gazdagság. A gazdag ember lehet, hogy élete végéig gazdag lesz, de az is lehet, hogy egyszer csak valami oknál fogva szegényé lesz. Gondoljunk csak a leg egyszerű példára, valakit kirabolnak, hatalmas tőkét veszíthet el, nincs telenné hajléktalanná lehet például. De a fordítottja is előfordul, hogy ma még úgy érzed, nagyon szegény vagy, és valami oknál fogva fölpendül a lehetőséged és, kikupálódsz, és már véletlenül sem kell, hogy kiszolgáltatottnak érezd magadat anyagi oldalról tekintve az életedet. Tehát gazdagság, szegénység lehető fordul. A betegség azonban nem kerül el senkit, mert a földi életünk véges. Itt nincs maradandó lakásunk, ahogy mondja a Szentírás, tehát nekünk eleve tudnunk kell, hogy igen, az, ami a betegségünkkel kapcsolatos, a testünk, mert most maradjunk a testi betegeknél, és ne a lelki betegekre gondoljunk elsősorban, ez a bizonyos testünk halára van ítélve. Ez Potenciálisan már beteg, attól függetlenül, hogy éppenséggel, bocsánat, de csecsemő vagy, magzat még csak az illető, vagy tíz éves, fiatal ereje teljében lévő férfi, nő, vagy éppenséggel 70, 80, 90 éves. Tehát közös sorsunk van a betegekkel, és ezért kell is, hogy törődjünk velük a magunk érdekében is talán majd egyszer, ha betegebbek leszünk, mint most vagyunk, nekünk is jól esik. Ha valaki szeretettel fogadja el gyengeségeinket, betegségeinket. Valamikor még előző helyemen Tiszaföldvár Martfő térségében minden évben megünültük a betegek világnapját különböző rendezvényekkel. Meghívtam például mozgássérült vak, fiatalokat, gyerekeket, vagy az ipolytölgyesi fogyatékosokat, Sopronból egy színi előadást adni tudó szellemi fogyatékosokat, paraolimpikonokat, stb. stb. Mindig nagyon nagy vízhangja és pozitív vízhangja volt a szájalába festőknek, a valóban tolókocsiban élő embereknek nagyon jó hatással voltak ránk egy kicsit egészségesebbekre. Most kartalon, ahol vagyok, ugyancsak majd szombaton együtt lehetünk vakokkal, gyengénlátókkal, fogyatékosokkal. És biztos vagyok benne, hogy amennyire nekik jó az, hogy ott énekelnek egy soul and Gospel műfajú, gyönyörű hangversenyt, koncertet adnak a templomunkban, nekünk egészségesen nekik is nagyon, nagyon pozitív élmény lesz. Ezért hát örüljünk annak, ha, ha, van betegek világnapja. Örüljünk annak, ha ez egybe kötődik egy Máriás lelkületi gondolkozással, Lúrnak köszönhetően. És adjunk hálát a betegekért, akik néha igazi példát tudnak mutatni nekünk, egészségesebbeknek. Azoknak pedig, akik betegek, csak azt kívánom, érezzék meg, hogy azért minden misztikum nélkül lehet, hogy közelebb vannak ők Jézushoz, mint mi idézelbe éve egészségesek. Közelebb vannak Jézushoz, mert mi tulajdonképpen Jézus létének a legfontosabb része? Nem de az, hogy szenvedett és meghalt. Szenvedő ember, a fájdalmak férfia volt. Az, hogy hogyan élte gyermekkorát, hogyan készült arra, hogy majd mi vár rá 30 éves korában, mert talán isteni minden tudásával sejtette, az egy dolog. De attól lett ő Krisztus, és attól lett ő a mi mesterünk, és isteni megváltunk, hogy fölvállalta a szenvedést. Amikor tehát azt mondjuk, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára alkotott bennünket, akkor azt mondhatom ezen belül, a szenvedő ember az aki leginkább hasonlít Krisztusra, a második isteni személyre, és vele együtt, magára az Istenre. Isten képmásai vagytok ti, akik valamilyen gyengeséggel kell, hogy megbirkózzatok. hát gondoljatok ránk, akik talán azt hiszük, hogy kiteljesedettebb az életünk, mint a tiétek, többet tehetünk, mint ti, imádkozzatok, értünk, Ajánljátok föl elesettségeiteket, szenvedéseiteket, fogyatékosságaitokat értünk egészségesekért. Köszönöm a meghallgatást. Dicsértessék a Jézus Krisztus!